A Lengyel Alkotmánybíróság hivatalosan is kihirdette azt a tavaly ősszel született döntését, amely törvénytelennek nyilvánította a beteg magzatok abortálását. Emiatt a korábbi tüntetéseket szervező országos nősztrájk aktivistái ismét utcára vonultak. A választás nem tilos feliratú táblával vonultak ismét utcára a tüntetők Varsóban és Lengyelország 47 településén, miután az Alkotmánybíróság hivatalosan is kihirdette döntését az abortusz törvény szigorításával kapcsolatosan, amely így érvénybe lépett. A testület alkotmánysértőnek ítélte a törvénynek azt a passzusát, amely lehetővé tenni a terhesség megszakítását abban az esetben, ha az orvos úgy véli, hogy a magzat nagy valószínűséggel súlyos és visszafordíthatatlan mértékben károsodott, illetve az életét veszélyeztető, gyógyíthatatlan betegségben szenved. Leszögezték, ez nem elegendő indok ahhoz, hogy a prenatális fázisban levő embert megfosszák az életétől. A Marosvásárhelyi Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztály vezetője szerint a lengyel jogszabály a szabad döntésjogát korlátozza. Az egyénnek szabadon kellene dönteni arról, hogy óhajt-e gyermeket, vagy hogy hány utódot szeretne, azt szabadon döntse el, és ebben a társadalom a segítségével kellene legyen. Abban is, hogyha akar gyermeket, és abban is, hogyha nem akar gyermeket. Az biztos, hogy a széleskörű abortusz az nem megoldás, tehát a nem kívánt terhességek megelőzésével nem a terhesség megszakítása a megoldás, hanem ennek a megelőzése. De ezt csak így betiltani, hogy károsodott gyermek felett is az anya nem dönthet, ezt egy kicsit én, hogy mondjam, anakronisztikus döntésnek tartom. Dr. Szabó Béla szerint a szigorított törvény az abortusz turizmushoz is vezethet. Ez azt jelenteni, hogy az anyák olyan országokban végeztetik el a terhesség megszakítását, ahol ez nincsen betiltva. Fennáll annak is a veszélye, hogy megnő a tiltott terhesség megszakítások száma, ezek pedig az anya életét veszélyeztetik. Romániában az 1966 és 1990 között az abortusz tilalom idején évente 300-500 főre tehető az abortusz következtében elhunyt anyák száma. A mostani döntés értelmében ezentúl Lengyelországban az abortusz csak abban az esetben lesz lehetséges, ha az anya egészsége van veszélyben, illetve ha a megfogant élet bűncselekmény, nemi erőszak vagy vérfertőzés következménye.